Csak az nem hibázik, aki nem tesz semmit. Olyan ember nincs, aki még sose fogott mellé, bármennyire is tudatos a magyar vásárló. Az én férjem akkor jól ért a húsokat, visszavette nem egyszer. Mert büdös volt, akkor nem vette észre, de volt ilyen. Na, hogy ilyen többé sosem fordul elő, azt nem ígéri senki, de azt igen, hogy az ellenőrzés hatékonyabb lesz. Március 15-én megalakult a Nemzeti Élelmiszerlánc Felügyeleti Hatóság. A neve bonyolult, a cél azonban egyszerű, hatékonyabb fogyasztói tájékoztatás. Ezt szolgálja az a minden korosztályt érintő felmérés, hogy vajon mennyire vagyunk elégedettek a hazai és a külföldi élelmiszerek biztonságával. Átlagosan a fogyasztók úgy gondolják, hogy a hazai élelmiszerek még mindig biztonságosabbak. Itt viszont nagy különbséget tudtunk felfedezni a fiatalabb és az idősebb, illetőleg az alacsonyabb és a magasabban kvalifikált válaszadók között. Elmondhatjuk, hogy minél tapasztaltabb, érettebb valaki, annál inkább hajlamos megbízni a magyar termékekben, és ugyanezt mondhatjuk el a magasabb végzettségűekről is. El szoktam olvasni, hogy mit veszek. De meg vagyok elégedve. Mit olvas el a címkén mindig? Hát, hogy mi az összetevő, miből van az áru. Volt már rossz tapasztalat esetleg ételben, bármiben? Igen, felvágodva. Kiderült, hogy a hölgyek sokkal érzékenyebb az élelmiszer eredetű kockázatokkal kapcsolatban, sokkal jobban odafigyelnek vásárlásnál a termékjelölésre, a címke információkra, az összetételre. Ugyanakkor van egy olyan férfi típus is, próbáltuk tipizálni egy kicsit a fogyasztókat, akik szintén nyomon követik az élelmiszer lánc eseményeket, élelmiszerbiztonsági botrányokat. Ők kevésbé sütnek, főznek, de őket ez, mintha egy picit úgy izgatná, hogy mégis a hatóság hogyan végzi a munkáját. Az megnyugtató, hogy az elmúlt évek nagy élelmiszer botrányai 90%-ban külföldi eredetű élelmiszerekhez kapcsolódtak. Az elmúlt 20 év változásait a szemünk már megszokta, de az adat döbbenetes. Ma egyetlen egy hipermarketben sokkal több áru élelmiszercikk kapható, mint korábban az egész országban. Tehát óriási a kihívás, ráadásul korábban ezeknek az élelmiszereknek 90%-a magyar eredetű volt. Éppen tavaly fejeztünk be egy kutatást, hogy megvizsgáltuk a polcokon, hogy az egyes termékek honnan származnak, és elmondható, hogy minél inkább feldolgozott egy élelmiszer, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy az magyar eredetű. A hatósági felügyelet Magyarországon eredményes tehát, de az tényleg reális cél lehet, hogy ne csak a magas iskolai végzettségű emberek ismerjék a hazai élelmiszerbiztonság szervezeteit. Hát akkor ismerkedjünk a szervezettel is. A Pest megyei kormányhivatal szerint hatékonyabbak az ellenőrzések, pláne a fogyasztóvédelmi ellenőrzések, amióta három hatóság együtt végzi ezt. Vendégem Tarnai Rihárd, a Pest megyei kormányhivatal hivatalvezetője. Jó reggelt kívánok. Hát kezdjük azzal, ami az ön személyhez fűződik, hiszen van egy javaslata, ugye, hogy a BTK módosításával bűncselekmény legyen az, hogyha lejárt élelmiszereket átcímkézzék. Miért jutott erre? A javaslat ennél egy kicsit bonyolultabb. Azt a célt szolgálja, hogy a hulladékán minősített élelmiszerek tekintetében már maga az elvitelnek, az ellopásnak a ténye is büntethető legyen. Ez egy joghézag a jelenleg meglévő büntető törvénykönyvben és a jelenlegi jogi szabályozásban, ugyanis a forgalomba hozatal már most is büntethető, és az átcímkézés már most is jogszabályba ütközik. Azonban az a mozzanat, hogy a hatóság által megsemmisítés céljára lefoglalt élelmiszert, akár lejárt minőség idejű, akár bizonytalan eredetű élelmiszerről beszélünk, az valaki eltulajdonítja, az nem bűncselekmény. Itt elhangzott kérdésként, hogy miért jó az, hogy egyébként országgyűlési képviselő irányítja a kormányhivatalt, pontosan azért, mert azok a szakigazgatási szervi kollégák, akik nap mint nap a terepen dolgoznak, visszajeleznek, hogy mi a probléma az adott szakterületen, és mi, mint országgyűlési képviselők, vagy személy szerint ez esetben én, a megoldást gyorsan tudjuk hozni egy jogszabálymódosítás formájában. Itt erről van szó. Természetesen ez érthető, de úgy érzi, azért pont ennek kapcsán vetődött ez fel, mert ha már itt az élelmiszerbiztonságot nézzük, akkor ezt tartja a legnagyobb hibának? Ez nap mint nap megjelenik kollégáink szem előtt, amikor a rendőrség úgy zárja le a nyomozást egy-egy ilyen lopási ügyben, hogy azért nem nyomozhatnak, hiszen nem bűncselekmény az illető cselekmény, hiszen hulladékot nem lehet eltulajdonítani, ugyanis nincsen értéke. Hogyha egy sui generis saját bűncselekmény megjelenne a BTK-ban, és módosító indít
alapítványom ezt szolgálja, akkor attól kezdve már ez a cselekmény önmagában megvalósítana bűncselekményt, és ettől kezdve büntethetővé válna. A cél pedig az, hogy bizonytalan eredetű, vagy egészségtelen, egészségre káros élelmiszer ne kerülhessen a magyar emberek asztalára. De úgy érzi, hogy ami van, az nem visszatartó. Ugye tavasszal itt már beszéltünk bizonyos durvuló bírságokról is, meg hát szigorodtak az élelmiszereknek akár a forgalomhozatalával kapcsolatos feltételek is, tehát akkor ezt nem derült ki, akkor ezt nem lehetett meglépni? A büntető törvénykönyv tárgyalása most zajlik a parlamentben, tehát most. De felvetődött akkor már önben, hogy erre szükség van? Tehát magyarán, hogyha arról beszélünk, hogy durvuló bírságok vannak, akkor az nem elrettentő? Élelmiszerbiztonság tekintetében nincsenek kompromisszumok. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy csak és kizárólag egészséges élelmiszer kerülhet a magyar emberek asztalára, hogy ezt milyen módon tudjuk biztosítani, az akár a büntetőtörvénykönyv módosítása, akár a pár héttel ezelőtt elfogadott és általam beterjesztett élelmiszerbiztonsági törvény szigorítása is szolgálja. És egyébként azt kell mondjam, a parlamentben konszenzus van e tekintetben, tehát nem csak a kormánypártok támogatták ezeket a javaslatokat, hanem az ellenzék is. Jó esély van arra, hogy az élelmiszer biztonság tekintetében egységes álláspontot tudunk kialakítani. Ugye létezik május óta élelmiszerlánc felügyeleti információs rendszer. Ez alapvetően mit jelent? Ha valaki bármilyen olyan jelenséget észlel, hogy mondjuk egy áruházban lejárt minőségmegőrzési idejű terméket forgalmaznak, vagy nincs feltüntetve, hogy honnan származik az adott termék, vagy milyen összetevőket tartalmaz, akkor egy bizonyos zöld számot fölhívva itt tudja jelezni. Egyébként sokszor hozzám is jönnek telefonok barátoktól, ismerősöktől, hogy ők most ebben az áruházban tapasztaltak valami furcsaságot, itt-ott-amott. Ezt most rendszeresítettük, tehát most már hivatalosan van egy zöld számot, ezt jelezni lehet, és egy információs pont, ahol összegyűjtjük ezeket az információkat. Na, de hogyha ez a gyakorlatban már működik, már pedig ez most csak május óta van, akkor ebből le lehet szűrni sok mindent. Tehát az emberek akkor ebben aktívak? Így van. Tehát az egészséges élelmiszer kérdése az mindenkit. Igen, mert én egyébként fogyasztóvédelmi dolgokban nem feltétlen mindenben érzem, de akkor az élelmiszer az egy abszolút prioritást élvez az embereknél. Egyébként a kormányhivatalok létrejöttekor, ezért kezdtük el a közös ellenőrzéseket, a fogyasztóvédők, az élelmiszerbiztonsági szakemberek és a munkavédelmi szakemberek, hogyha egy-egy területet, egy-egy áruházláncot megvizsgálunk, akkor minden szempontból nézzük meg, hogy a jogszabályok betartásra kerülnek-e, és egyébként nálunk a Pest megyei kormányhivatalban ezért a három szakigazgatási szervet fizikailag is egy helyre költöztettük, hogy együtt tudjanak dolgozni. Hát csak tudja, annyi kiskapu van most, hogyha itt az embereket nézem, hogy panaszt tesznek, szóval bezárnak egy boltot, átköltözik máshova, aztán valahogy máshol elkezd kinyit, stb. De azért a rossz minőségű élelmiszereket forgalmazó cégeknek létezik egy internetes fekete listája is. Ehhez bárki hozzáfér. Így van, ráadásul mi elindítottunk egy pozitív listát is, és azt kell, hogy mondjam, a tavalyi 71%-os jogszabásértési arány 55%-ra csökkent nálunk a megyében, úgy, hogy egyébként mintegy 30%-kal több ellenőrzést tudtunk elvégezni. Tehát nagyobb ellenőrzési szám mellett az önkéntes jogkövető magatartás meghonosodásáról kaptunk tanúbizonyságot. Lehet, hogy túl optimista vagyok, de mégis azt gondolom, hogy az az átalakítás, ami a kormányhivatalok létrejöttét, a szakigazgatási szervek koncentrációját jelenti, az lassan, de meghozza az eredményeket, és erről számoltunk be az imitézett sajtótájékoztatón is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is.